Unfiltshop. Pólók, pulcsik, bögrék, genyók. Link a leírásban. Na hát szevasztok gyerekek, itt vagyunk az American Track Simulator motherfucker játékban. Biztos nem így kell kiejteni, de így mondtam. Hát gyerekek, megérkezett. Én ezt már nagyon-nagyon-nagyon régóta vártam. Megmondom őszintén, hogy majd menet közben elmondom, hogy nekem mik a problémáim vele, de annyira... Nem tetszik, és annyira új dolgok nincsenek benne. Pillanat. De ezt majd ti is meglátjátok a Eurotrack Simulatorhoz képest. Viszont annyiból sokkal királyabb, hogy Amerikába játszódik az egész. Úgyhogy, ja. Úgyhogy szerintem menjünk is, nézzük meg egy fuvarmadafakát. Na, egy rövidebb fuvar lesz ez, azt hiszem 7 dolcsit kapok kilométerenként érte. Nem tudom, nézzük meg, hogy a. a... Oké, okay, az ár 649, akkor elvileg távolságra vetített ár kéne nekünk a legjobb. 723, Los Angelesből megyünk, Prim, Nevada állambeli, mit tudom én, hova? Azt a minden itt, Na, Izé, akkor nyomjuk. Én azt mondom. Uh, lehet gyerekek, hogy most így fuvaronként szét lesz választva, vagy nem tudom ilyen 20 percenként szét lesz választva, de elképzelhető, hogy most többet fogok játszani, úgyhogy, uh, ja, valószínűleg én ezeket, vagy hát általában én ezeket szét, tud, szét szoktam vagdalni. Na hát akkor uh, először szerintem még ne is induljunk el annyira, hanem így kívülről megpróbálom nektek uh, prezentálni, hogy, hogy milyen. Egyébként így a kilátás az kb. ilyen, de hogy kell a kamerát váltani, mert annyira király vagyok, hogy szerintem én azt be se állítottam. Azt mondja, hogy akció billentjük, váltás, kamera, váltás, kamera, 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 hol a kamera? Oké, okay, ti már biztos láttátok. Kamera kezelés, következő kamera az a 9-es fucka gomb, akkor az mondjuk legyen nekünk itt a... Melyik a T, ne a T, a, az M. Oké, okay, M lesz a kameraváltás, ezt meg kéne jegyezni. Na hát, amit látjátok, kb. ugyanaz a grafika, mint a eurotrack csak hát annyi, hogy tényleg más a világ. Én megmondom őszintén, jobbra számítottam. De... Tehát én nem, azt hittem, hogy nem csak egy mappot tesznek fel a, az, az eddigiekre, hanem, hanem hogy valahogy úgy meg lesz csinálva a kaffin. Hát annyira nem. Aha, és be kéne állítanom a kormányzást is, mert nagyon nincs beállítva. Aha, én annak pont neki mentem. Na most a kormány az nagyon nem jó. Na ragudjatok, de még tényleg nagyon keveset játszottam vele, úgyhogy be kellene nekem ezeket. Kormányzás érzékenysége. Oké. Okay. Nincs olyan, hogy izé. Na mindegy. Oké, okay. szerintem így most már. Kafik leszünk. Oké, okay, és most egy kicsit hátra kell azért menni. Jó. Aha, így azért már jobb sokkal a kormány. Alright, merre fogunk mi menni. Erre fogunk menni. És igen, teljesen új autófélék vannak, nézd meg. Ott egy ilyen hatalmas nagy izéte nem fogsz engem kiengedni mi. Na, de hogy én az elébe megyek, az is biztos. Oké. Okay. Vó, nem elakadtam? amerikaiak már hülyének néznek. Mennyi akkor? Mennyi? Ki szeretnék fordulni, testvérjeim? Na én utána akkor megyek is. Oké, okay. szépen most már ott vagyunk. Gyerünk és erre. Hát más az irányítás, az tuti. Na most mehetünk, ugye? Hát valahogy csak kiszedtük onnan, de vigyázni kell rá, mert Tényleg totál más az egész játék. Na! Mármint irányításra. Oké, okay. azt mondja, hogy 48 al mehetünk, ami talán 35 mérföld lehet? Vagy 30? Mindegy, nem is ez a lényeg. Ja, és a Kressz szabályok! Na most azt nem tudom, hogy ebbe megváltoztatták-e úgy, ahogy Amerikában vannak a Kressz szabályok, mert ott azért kicsit más. Amerikába valamikor át lehet menni a piros lámpán is, képzeljétek el. Na most nem tudom, hogy ebbe ez meg van-e csinálva, de kíváncsi leszek, majd időközben biztos kiderül. Ki, ki Viszont ezek jóval, jóval erősebb ö, gépezetek, ezek már nem azok a kis gyenguszkululusz kamionok, hanem, hanem ezek már nagy erőgépek. Kis jobbra tartás, madafaka. Ezt azért így hozzuk. Itt, itt próbálnak így emberek is lenni egyébként, azt nézem. De így nagyon így nincsenek, csak hogy úgy majdnem. Új üzenetem is érkezett, jó van, várjál nekem, itt ki kell keverednem a városból. Oké. Okay. Itt lesz egy erősebb kanyar. Óóó, oh, milyen autók, nekem ez tetszik amúgy. Biztos sok embernek ez nem tetszik. De nekem ez tetszik. Mármint hogy, hogy azért szívesebben játszok Amerikában, mint Európában. Na, az az igazság. Ugyanígy itt is vannak strádák. Tulajdonképpen majd megmutatom nektek, hogy azért a térkép az mekkora, mert nem nagy jelenleg, de biztosan lesznek hozzá majd DLC-k, amiket én fogok használni, mert engem érdekel az egész játék, meg, meg minden egybe, úgyhogy én biztosan fogom használni a többi DLC-t is, ami majd jön ki hozzá. Jelenleg kaptunk egy Kaliforniát és nevadát. Nevadából nem tudom, hogy mennyit, azt majd megmutatom azért nektek. De ja, nem nagyobb az egész, úgyhogy egyébként Los Angelesből indultunk, hogyha valaki nem látta volna, azt hiszem Los Angelesből úgy emlékszem. No. Mit akartam csinálni? Valamit akartam csinálni, és mondtam hogy majd. Na mindegy! Akkor nem lehetett olyan nagyon fontos dolog. Aha, itt mennyivel mehetek? 89 el. Hát én totálisan annyival megyek, mint amennyivel kell. A grafikája az nem változott. Azt kell, hogy mondjam, hogy itt valószínűleg arról lehet szó, hogy a... A, a játékgyártók... Hé, hey, a tükörben miért nem látok én semmit? Nézzétek a tükröt. Tükör... És hegyek vannak, a tükörben meg nincsen. Tükörben ilyen óceánféleséget mutat. Ez bágos gyerekek, sajnos ez bágos, hát 5500 forint egyébként a játék. Én így elsőre azt mondom, hogy, hogy annyit nem ér. Tehát, hogy olyan szempontból nem ér, hogy, hogy egy, egy, egy ügyesebb ember azt megcsinálta volna úgy, hogy csinál egy DLC-t, ami amerikai, és ennyi. Szóval, ja, kicsit ö, érdekes, de mindegy, én, én élvezem. Tehát, hogy én örülök, hogy, hogy Amerikában vagyunk, és most nem az európai térkép, megunt térképet kell ö, újra játszani, hanem, hanem na, értitek. Meg hát azért tényleg itt minden amerikai autók, minden szar, meg ilyen kis városok is vannak, nem mondjátok. És ott kaptunk pont egy pirosat. Ó, de jó a fék, nagyon gyorsan fékezett. Egyenesen fogunk tovább menni egyébként. Így mondom nektek, hogyha esetleg... On a way. De jó egyébként, hát én ugye voltam Amerikában, és kb. ilyen utak vannak, tehát hogy az a lámpa, a tipikus amerikai lámpa, a, ezek az ilyen bóják, ezek, hát ilyenek tulajdonképpen voltak is az egyik képen, amit csináltam, úgyhogy, ja, kb. olyan, kb. olyan. Na de én nem látok tá... Itt, itt van a tábla. Ha azt mondja, hogy 65 mérfölddel lehet itt menni, ami 89 km per óra. Értem. I know. Oszta, oh, milyen kemény autó volt az, láttátok? Kicsit a kamerát azt így... Jaj! Beállítjuk. Egyébként talán még a... Nem is tudom, hogy melyik, melyik volt az a... Játék, az a... De valami... Howl of Wheels nem tudom, hogy melyik, de volt egy olyan, amibe Amerikába kellett lenni, csak hát sokkal régebbi, ugye. De most így erről ez jutott eszembe, hogy ilyen, ilyen sivatagos, nevadai cuccokat látunk itt. Szóval, so yeah. Na. No. Azt mondja, hogy Las Vegas felé megyünk. Na de nekünk ö, kéne egy sávot. Nem kell sávot, itt nem kell sávot váltani. Uh, nem mondtam, hogy nézzük meg ezt a benzinkutat, de én úgy gondolom, hogy, hogy majd még lesz rá lehetőségünk. Ja, hát uh, megmondom őszintén, hogy furra van téve a grafika. Hoppá, ott egy rendőrbácsi. Az minket most lekapcsol. Nem kapcsol le. Nagyon gyorsan megyünk el. Azt mondja, 89 emeltünk. Hát ez a rendőrbácsi az nem jött utánunk, pedig jöhetett volna igazán. Kíváncsi lettem volna egy ilyenre is alárendelt úttal van ez az út itt. Mármint, hogy egy ilyen. Mindegy, most tanulom a és akkor okoskodtam itt egy kicsit. Na, hol vagyunk? Mit kell? Ez a Berstov. Mi az a Berstov? Fogalmam sincs, de ezek az autók, ezek zseniálisak. Megmondom őszintén, hogyha majd egy picit nézitek a, a, a visszapillantó tükröt, ami itt van nekem bal oldalon, és jön egy autó, akkor nézzétek meg, hogyha kábrió olyan, mintha nem lenne benne a ember. Csak akkor lesz benne ember, hogy elmegy mellettünk. Tök olyan. De most ez pont nem kábrió lesz. Mindegy. Wow, hölgy balonok, nézd meg. Zárt út akkor nekünk. Oké, okay, merre kell menni? Egyenesen mehetünk mi tovább. Ugye? Closed. Az ott le van zárva, akkor most mi van? Ja hogy arra nem fordulhatok le. Így van arra, akkor nem fordulhatok le gondolom. Mondjuk lefordultam volna én simán. Tehát én nem szaroztam volna, jó ez! Teljesen jó gyerekek, nekem ez tetszik. De tényleg ultrán van a grafika és kicsit olyan fura az egész. Na, itt láttátok, hogyha jött, hogyha néztétek, látszódott pont az, amit mondtam. Az a kamion az nagyon erőszak. Itt néz, 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 nem ül benne senki. És most már ül benne valaki. Zseniális. Vannak ebbe bagok bőven. Fú, milyen kritikák fogják érni ezt a játékot, gyerekek. Hát nyilván nem tőlem, tehát én nem fogok oda irogálni, de aki ezt megveszi, 5500 forintért valószínűleg jobb játékra számít ennél már, mint olyan szempontból, hogy nem egy egy Euro szimulátorra épített amerikai mappel szeretne játszani, hanem egy teljesen új játékkal. Ugye? És egyébként voltak róla a videók, hogy milyen lesz ez a játék, na most, hát ez nem olyan. Tehát, hogy, hogy nem erről volt szó, nem ez volt megbeszélve. Na de mindegy. Oké, nagyon gyorsan megyünk, tehát hogy 122 km per órával, és ennyivel nem mehetnénk de mi megyünk, úgyhogy, uh, ja. Itt vagyunk mindjárt célállomáson egyébként, gyerekek. Uh, olyan, olyan kéne még, hogy ilyen New York féle helyek lennének benne, az milyen kafi lenne, mi? Tiszta feeling lenne az egész. Alright, mit mindjárt fordulunk is le, úgyhogy szerintem én egy picit rálassítok erre, jó? Csak hogy nem menjünk olyan rohadt gyorsan, mint most, mert ez szerintem túl sok lesz már. Mik ezek ott pálmafák lesznek? Azok mi? Azok hát. Zseniális. Itt már mehetnék 129 el -er is. De hát nem megyünk 129-szer, mert nekünk egy sávot kéne. Primvárosába vagyunk egyébként. Nekünk itt veszettő egy sávot kéne váltani. Oké, okay, még egy sávot. Aha. Na és akkor itt találkozunk az első igazi amerikai cuccal. Ez tulajdonképpen egy kereszteződés, nélküli kereszteződés, hogy nem is tudom, hogy fogalmazzák hát szépen lejöttünk az útról. Ja, mindegy, az a lényeg, hogy ugye nem volt lámpa, hanem akkor mentél, hogyha éppen nem volt ott senki. Kicsit érdekes volt. Alright, hova jövünk? Még egyenesen. Még egyenes. Ebbe az ipartelep genyóba jövünk, akkor gondolom én. Kíváncsi lennék itt egyébként milyen az eső, úgyhogy esőt is állítottam be, hogy legyen az de... Na. Na. Ö, ide kell nekünk bemennünk? Igen, ide kell bemennünk. Ez zseniális. Oké. Okay. El is kezdjük tekerni a kormány, mert ne, de, Meg kell tanulni ezt a fajta kormánykezelést is. Hayden, megjöttünk. Enterentyű. Hová álljak be? Nézzük. Nem mondod, hogy pont úgy kéne beállni, hogy szembe. Ez így jó lesz nekünk. Itt már vannak egyébként lehetőségek, hogy hogyan szeretnél beállni. Hát mi akkor így állunk be, ez, ez gyakorlatilag egyenes. Oké, okay, és akkor arra fele lesz a, az arccal, vagy a izéja, nem? Ugye? Igen, és akkor csak rá kell szépen állnunk. Szuper, hát kevesebb tp de... Opá, kicsit túl mentünk. Nem érzem a kamion elejét még. Jó. Enterentyű. Azt mondja, hogy Mennyi pénzt kap? Ó, 2588 dolcsi. Az nem sok. Mondjuk várj, az mennyi? Az azért 600-700 forint. 650 000 forint körül van. Az mondjuk annyira nem rossz. Tehát, hogyha azt a részét nézzük, hogy... De hogy 650 ezer, mennyi az? Nem tudom. De körülbelül annyi. 650 ezer, mennyit jöttünk? Hát azért 346 kilométert, tehát azért az kicsit sok volt. Na nézzük, milyen e-mailt kaptunk. Egy olvas vadonátúj, oké, okay, ez egy hirdetés akkor. Bakersfield városába. Hogyha elmegyünk, ott tudunk venni kamiont. Na, itt van a világ térkép, gyerekek. Hát eddig ennyi van felfedezve, Prim városa itt van nekünk Las Vegas madafaka. De mi most Los Angelesbe vagyunk. Ja akkor Primből jöttünk vissza Los Angelesbe. Ja nem, hanem. Oké, okay. tehát mi azért vagyunk itt, mert ugye nincsen tulajdonképpen kamionunk, hanem hanem ja. Ö, jó, akkor. Aha, jó. Ö, gyakorlatilag ennyi a térkép, gyerekek. Tehát egy ilyen fél neved, nevada, meg egy ö, úgy látszik, hogy hát nem is fél nevada, mert azért vannak itt városok, csak hát ez nem sok. Tehát nevadába ennyi helyre tudunk szállítani, és akkor itt van nekünk egy Kalifornia, és akkor majd gondolom jönnek a következő ö, megyék, államok is. Na hát, gyerekek, akkor ennyi legyen első részre, és akkor... Ö, Hát ti is döntsétek el, hogy szerintetek ez milyen játék, nyugodtan írjátok le kommentbe. Én megmondom őszintén, hogy egy picit azért tudtam benne csalódni, hanem is picit, hanem egy kicsit még picit. <laughs> Ezért, hogy hogy az ja. na, jobbra számítottam. De hát ez ez ilyen sajnos. Ö, ja, ultrán vagyunk teljesen, tehát 100%-osan vagyunk. Ö, hát közepes tükörök látótávolságát, az is akkor lehet nem bagos, hanem ez volt. Ez volt akkor a probléma, gondolom. Majd mindjárt ezt meglátjuk. Vagy hát nem, hanem majd a következőben meglátjuk. Fények távolsága magas. Gyalogosok is lehetnek. Normal mapping. Ö, minden be van lőve, úgyhogy alkalmazzuk is. And exit. Na, gyerekek, hát akkor köszönöm szépen nektek a figyelmet, hogyha tetszett ez a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot, ezt, ezt szerettem volna mutatni, és utána pedig azt, hogy pisztácia, sziasztok, Instagramon, Facebookon, másik csatornán is megtaláltok, minden itt van a leírásban.